Most nézzük meg a hatos feladattól a tízes feladatig a megoldásokat, hogy van-e megoldás. Nézzük a hatost. A H vektor az egy 3x1-es oszlopvektor, a G vektor szintén 3x1-es oszlopvektor. Az, hogy megszorozzuk kettővel, az nem számít ebből a szempontból, tehát nem változik meg a típusa a vektornak. Összeadásnál akkor adható össze két vektor, hogyha azonos típusúak. Ezek kérem azonos típusúak, vagyis elvégezhetők. Hetes feladat. A B, a C és a D vektorok skaláris szorzatait kell összevonni. A B, a C és a D mindegyik azonos típusú, vagyis ez a művelet is elvégezhető. Nyolcas feladat. Az E és C vektorok is mind a ketten 4x1-es típusúak, azaz össze lehet őket vonni. Kilences feladatban vegyük észre, hogy az F vektor az csak egy 3x1-es oszlopvektor, míg az A meg az E vektorok azok 4x1-es oszlopvektorok, tehát már látszik, hogy nem azonos típusúak, azaz nem elvégezhető. A 10-es feladatról pedig látjuk, hogy sorvektorokat kell összeadni, egyszer 4-es típusú mind a 3 sorvektor, az is, azaz ő is elvégezhető. Nézzük meg a 6-os feladatnak a megoldását. Két oszlopvektort kell összeadnunk, mielőtt összeadnánk őket azonban, előtte a második oszlopvektort meg kell szoroznunk minden egyes tagját kettővel, így abból, hogy 3-2-1, az lesz, hogy 6-4-2, ehhez adjuk hozzá -1-0-2 három elemű oszlopvektort. Így akkor a megoldás, -1-6 az 5, 0-4 az 4, 2-2 az megint 4. Menjünk tovább, nézzük meg a 7-es feladatot. Tudjuk, hogy elvégezhető, 3 darab 4x1-es oszlopvektort kell összeadnunk. Először elvégezzük a skalárral való szorzásokat, azaz a 2-1-2 mínusz 1-ből, ő a B vektor. Ha veszem a háromszorosát, az lesz, hogy 6-3-6 mínusz 3. Ha a C vektornak 0-3-1-0 koordinátáit megszorzom kettővel, akkor abból az lesz, hogy 0-6-2-0. És ebből vonom ki a D vektort, a 10-15-4-3 koordinátákból álló oszlopvektort. Ha elvégzem a műveletet, akkor a következőt kapom. 6 meg 0 az 6, ból 10 az mínusz 4. 3 meg 6 az 9, ből 15 az mínusz 6. 6 meg 2 az 8, ból 4 az 4. Mínusz 3 meg 0 az mínusz 3. Mínusz 3 az összesen 0. Így akkor a megoldás mínusz 4, mínusz 6, 4, 0. 8-as feladatét nézzük meg. Az E és C vektorokat kell összeadni. Páronként összeadom a megfelelő helyen lévő számokat, azaz 0 meg 0 az 0, 5 meg 3 az 8, mínusz 2 meg 1 az mínusz 1, 1 meg 0 az 1. A 9-es feladatot nem tudjuk elvégezni, és nézzük meg akkor még a 10-est. Sorvektorokat fogunk összeadni. Ha leírjuk a sorvektorokat, akkor a megfelelő helyen lévő tagokat fogom összeadni, azaz a végeredménynek az első tagját úgy kapom meg, hogy a kettesből kivonom a kettest, az 0, ahhoz hozzáadok 0-át, tehát az első tagja az eredménynek 0 lesz. Aztán a második tényezőket vonom össze, 1-ből kivonom a 3-at, az mínusz 2, ahhoz hozzáadok 5-öt, az plusz 3. Harmadik tényezőkkel is ugyanezt a sort végzem el, 2-ből kivonok mínusz 1-et, az plusz 3, és ahhoz hozzáadok mínusz 2-t, az plusz 1, és az utolsó tényező pedig mínusz 1, mínusz 0, az marad mínusz 1, meg 1, az összesen 0. Tehát a 10-es feladatnak a megoldása a 0, 3, plusz 1, 0 koordinátából álló sorvektor.